Ebben a videóban Kölcsey Ferenc himnuszát próbáljuk meg együtt értelmezni. Hallgassuk meg először a verset közösen. Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozád Kárpát-Szentbércére. Általad nyert szép hazát bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának. Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kunság mezein ért kalászt lengettél, Tokaj szőlő veszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögte Mátyás búsadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vadnépének vert adunk csonthalmain, győzedelmiének. Hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Vár állott, most kőhalom. Kedv s öröm röpködtek, halálhörgés, siralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árvák hőszeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Jó, mielőtt neki állnánk az értelmezésnek, egy kicsit beszéljünk a vers keletkezési körülményeiről. A himnuszt Kölcsey 1823-ban írta Szatmár csekén. Egészen pontosan január 22-ére datálható a vers, ami ugye ma nem véletlenül a költészet napjának dátuma. A vers kapott egy alcímet is, mégpedig azt, hogy a magyar nép zivataros századaiból. Ez tulajdonképpen, ez az alcím, ez nem más, mint utalás a vers stílusára is, hiszen a vers egy romantikus alkotás, és ugye tudjuk a romantikáról, hogy az egyik fő ismérve a jelenből való elvágyódás a dicső múltba. Tehát egyrészt a stílusára utal, másrészt talán a cenzúra miatt is adhatta ezt az alcímet, hiszen így elhatárolódik a jelentől, és a múltra tereli a figyelmet. 1815-től Szatmár csekén él Kölcsey Ferenc, az ő szavaival élve röghöz kötöttségben. Itt neveli árván maradt unokaöccsét, Kölcsey Kálmánt. Az 1820-as évektől kezdve a politikai élettel is egyre behatóbban foglalkozik, először csak magának a megyének, Szatmár megyének a politikai életét viszi a vállán, majd országos szinten is bekapcsolódik a politikába. Legfőképpen a magyar nyelv ügyének élharcosa, valamint a jobbágy felszabadításért küzd élete végéig. A versnek a címe magának a műfajnak is a megjelölése, hiszen ez a vers egy himnusz, óda, azaz egy magasztos hangvételű lírai műfaj. A versről szerkezetét tekintve el kell mondanunk, hogy keretes szerkezetű a mű, ami azt jelenti, hogy az első és a nyolcadik, azaz az utolsó versszak egyfajta keretbe foglalja a verset.
Ez azt jelenti, hogy egy kis eltérés ugyan található a két, a záró és a kezdő verszak között, de lényegében megegyezést mutat. Nézzük meg ezeket az eltéréseket. Ugye az utolsó négy sor teljesen azonos, az első négy sorban kell keresnünk a különbözőségeket. Rögtön látjuk a megszólított Isten mind a két esetben, csak ugye az első verszakban az áld ige alak szerepel, míg az utolsóban a szánd ige alak. Érezzük a kettő közötti tartalmi különbséget. Ugye az első verszakban még áldásért, míg az utolsóban már csak szánalomért könyörög a költő. Ugyanígy a szórend is különbség, ugye az Isten áld meg a magyart, míg ugye a második verszakban a szánd, vagy az utolsó verszakban a szánd ige alak kerül előre. A fordított szórend egyfajta nyomatékosítást tükröz. Tehát a különbség a szórend és az ige alakokban, a szórendben és az ige alakokban keresendő. A keret nem más tesz, mint keretbe foglalja a magyar nép egész történetét, belesűrítve a szenvedésünket, népünk múltján végig tekintve a jelenünkön át, egészen a jövőbe ível, ahol ugye a jövőben fohászkodik Kölcsei egy élhetőbb jövőért. A vers megszólítotja Isten. Tehát a himnusz istenképe, egy újfajta istenkép, az igazságos istenképe jelenik meg ebben a versben. Egy olyan istené, aki az elkövetett bűnökért büntet. Tehát szigorú, de igazságos Isten. Ugye látni fogjuk majd a szózatban, ott már a sors lesz a megszólított, a maga szeszélyességével, kiszámíthatatlanságával. Nézzük gyorsan tovább a versnek az értelmezését. Ugye megbeszéltük azt, hogy tulajdonképpen ez a vers végigveszi a történelmet. A második és a harmadik verszak foglalkozik a dicső múlttal, tulajdonképpen az annak a részletezésével. Láthatjuk, hogy említést tesz a honfoglalásról, a letelepedésről és Árpád koráról. Megjelenik ebben az verszakban, a harmadik verszakban a bőség és a jólét, ugye az ért kalász és a szőlőveszőkön csepegtetett nektár képében, és a történelmi sikerek is felsorolásra kerülnek a harmadik verszak zárlatában. Itt érdekes költői képekkel dolgozik Kölcsei, ugye egyrészt egy alliterációval a Bécsnek büszke vára jelenik meg, ugye a Bécsnek büszke, várában a történelmi sikerek egyike, ugye Bécs ostroma, valamint megjelenik Mátyásnak a sikere is, és ugye a törökök ellen folytatott sikeres hadjáratok sora, a plántálád arhaikus ige alakban. Nézzük gyorsan tovább a negyedik, ötödik versszakot. Ugye ezekben a versszakokban jelentkezik már az az Isten, aki számon kér, aki büntet. Egy kiáltással kezdődik a vers, ami egyben újfajta lendületet is ad a versnek. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Ugye az elkövetett bűnök miatt jön a büntetések taglalása a negyedik és ötödik verszakba. Vegyük ezeket sorra számba. Ugye egyrészt a rabló mongol nyilát zúgattat felettünk, tehát a mongol támadást, valamint a töröktől rabigált válainkra vettünk, tehát a török elnyomás is megjelenik a versben büntetésként. Ozmán vad népek pusztítása, ugye a török pusztítás képi megjelenítésére is sor kerül, és nem csak a külső, hanem a belső ellentétek is felderengenek az ötödik verszak záró akkordjaként. Ugye hányszor támadtem fiat szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hanvedre, ugye a belső ellentétek nagyon érdekes szemléletes képi megjelenítésével találkozunk itt. A hatodik verszakban már a teljes reményvesztettség, a hazátlanság, a gyökértelenség érzése jelenik meg. Ugye bújt az üldözött, s felé karnyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Tehát a gyökértelenség, a hazátlanság és a bujkálás motívuma lelhető fel, valamint a fenyegetettség érzése is végig ott bujkál a sorok között. Ahhoz, hogy ezt az érzelmet, illetve ezt az érzelmi telítettséget elérje a költő, ellentéteket használ. Ugye a bércre hág és völgybe száll egy nagyon képletes ellentét, ugye fent és a lent ellentéte, és egy költői túlzással, úgynevezett hiperbólával is él, a vérözön és a lángtenger kifejezéssel, ami még expresszívebbé teszi
láttatja tulajdonképpen azt a sok szörnyűséget, ami a magyar nép sorsa, illetve jelene. A 7. verszakban is, hogyha megnézzük, akkor itt is főszerkesztő elfként az ellentéteket használja a költő, mégpedig úgy, hogy a múltat és a jelent állítja nagyon éles ellentétbe. Ugye a múltként jelenik meg a dicső múlt, ahol a vár, a kedv, az öröm és a szabadság sorakoztatható fel, míg ennek ellentétjeként a jelenben a vár helyett már csak kőhalom, a kedv és az öröm helyett már csak halálhörgés, síralom, és a szabadsággal szemben pedig a rabság kap helyet. Ami érdekes, és talán ellentétben áll az egész vers ellen, vagy az egész versszak ellentét sorával szemben, hogy ugye ennek ellenére kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből. Ugye az árvasságra jutott nemzet mégiscsak hű, erről árulkodik a hő jelző. A 7. versszak tragikus végkicsengése után a záró strófában már csak szánalomért esdekel a költő az igazságos Istenhez. A verset, ami a mai napig népünk himnusza, 1844-ben Erkel Ferenc zenésítette meg egy pályázat kiírására.